Gyereksivajtól volt hangos kedden délelőtt a főtér. A Brenner János Általános Iskola hatodikosai egy különleges programon vehettek részt, amelyet a Kézenfogva Alapítvány szervezett. Ez a program a Fogadd el, fogadj el program 2006-ban indult, immár 10 éves, és idén egy kamiont alakítottunk át kalózhajóvá, hogy a kalózok segítségével és egy kincses térkép segítségével keressük meg azt a kincset, ami a fogyatékos ember és az egészséges épp fiatal barátsága együttléte jelenthet. A program célja az volt, hogy megmutassák a fiataloknak, a fogyatékos és épp ember között nincs akkora különbség, mint ahogyan ők azt elképzelik. Különböző játékokon keresztül tapasztalhatták meg a fogyatékkal élők, többek között a mozgássérültek, autisták és a látássérültek mindennapos kihívásait. Megtudtam azt, hogy a fogyatékkal élő embereknek milyen nehéz közlekedni és a mindennapokban tájékozódni, és megtudtam azt is, hogy hogyan tudok nekik ebben segíteni. A Brenner iskolában már több éve foglalkoznak fogyatékkal élő gyermekekkel, ezért a tanárok fontosnak tartják, hogy az egészséges diákok betekintést nyerjenek a fogyatékkal élők világába. Én úgy gondolom, hogy nagyon érdekli őket az egész program, és biztos, hogy segít ez nekik abban, hogy ezután már nekik is pozitív szemlélettel álljanak a diákokhoz. Nem csak a társaikhoz, hanem a idegenekkel vagy bárki mással szemben is. És tudják értékelni azt, hogy milyen az, hogyha valaki egészséges. Az egésznapos rendezvény legfontosabb üzenete az volt, mindenki képes mindenre, csak vannak, akiknek valamivel több segítség szükséges céljaik eléréséhez.